különleges helyen vagyunk jelen pillanatban, a Benczúrházban. Ez egy csodálatos neoreneszánsz palota, és ez a palota adott otthont a jelenleg működő postamúzeumnak. Legértékesebb autó mellett állunk. Ez egy Csonka-Dion-féle motorral felszerelt postakocsi, 1901-ből. Ez egy elektromos autó, ami egyébként mai napig is használható. Ezt a csőpostát, amit itt látunk, ez működik egyébként a gyerekek legnagyobb örömére, de egészen különleges, a csőpostát például a Honvéd Kórházban is használják. Ez egy nagyon különös szerkezet. Ez a lakéri adótorony tetején volt ez a gömb, és az a sok kis luk vagy horpadás, az mindegy egy villámlásnak a helye. Postamúzeum mindig törekszik arra, hogy időszaki kiállításokat is rendezzen valamilyen esemény kapcsán. Hát itt most az első világháború emlékére állítottuk össze ezt a kiállítást, és természetesen egészen jövő év végéig látogatható. Modern körülmények között, mai körülmények között láthatjuk ezeket a régi darabokat, és interaktívan, tehát hozzáérhetünk, megnézhetjük, beülhetünk. Végül is egy komoly postatörténeti kiállításnak vagyunk a részesei. Azt tetszik, hogy egy csomó mindent ki lehet próbálni, interaktív a kiállítás. Kedvencem igazából a morzegép.